Ha most egy távol élő ismerősöm megérkezne hirtelen, és azt kérné, hogy vigyem el valami szép helyre Székesfehérváron, már indulnánk is a Borivárba. Nem mintha itt hagynám munkaidőben a szerkesztőséget nyilván, de játsszuk azt, hogy megérkezett a távol élő ismerősöm, úgyhogy indulunk a Borivárba. A Mária völgyben álló épület története 1912-ben kezdődött, amikor Bori Jenő szobrászművész megvásárolta azt az egy holdnyi területet, ahol eleinte csak egy kis présház állt abból a célból, hogy a nyári szünetet családjával ott tölthesse. A vár 1923-tól kezdett épülni, Bori Jenő saját műalkotásának tekintette, nem annyira épületnek, mint inkább szobornak. Háza összefoglaló tervek nélkül évről évre fejlődött, terjeszkedett. A látszólag öncélú díszítményekkel ellátott, túlméretezett lakóház a magyarországi szimbolikus építészet különös példája. A vár alaprajzai szimbolikus, két eszmei centrum a hitvesi szeretet kápolnája és a műterem Bori Jenő életének két sarkalatos pontját jelképezik. Az épületben több száz, a legváltozatosabb technikával készült szobor található, a falakat elborítják a festmények. A vár külső és belső tereiben a legváratlanabb helyeken tűnnek fel a mozaikok, üvegfestmények, díszkutak. A vár százoszlopos udvarának körbefutó folyosóin a magyar történelem nagy alakjai, hősök, dalnokok és királyok sorakoznak, álmos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Az épületben 7 torony és 30 kisebb-nagyobb helyiség található. A Borivárat jelenleg az örökösök által működtetett alapítvány gondozza, az épület pedig látogatható, úgyhogy mindenki menjen és nézze meg most!